köszöntöm a tisztelt közönséget a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ nevében a Nemzeti Ünnepünk alkalmából rendezett műsoron. Köszöntöm körünkben Gombás Szelin a konzulasszony, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus úr. Pásztor Bálintot, köztársasági képviselő. Tremond Árpádot, köztársasági képviselő. Bábi Attilát, a Magyar Nemzeti Tanács hivatalának vezetője. Juhász Bálintot, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjét. Nagy Otto, a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság igazgatóhelyettesét. Molnár Viktor, a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatóhelyettesét. Kerekes Zoltán, Kishegyes Község alpolgármestere. Nárai Évát, a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának elnöke. Szabó Zoltán Ferencet, a Szentesi Önkormányzat képviselőjét, a Csongrád megyei közgyűlés tagját. Kovács Lászlót, a Községi Képviselőtestület alelnökét. Zsemberi János, Domány Budás Diannát, Szatmári Adrián, Sepper Attilát és Ivanik Zoltán, a Községi Tanács tagjait. János Halma képviselőjét. Képviselőit, az iskolák, az egyház, a művelődési egyesületek, a média képviselőit, valamint minden meghívott vendégünket. Felkérem Gombás Szelin a konzulasszony, mondja el a ünnepi köszöntőjét. Üdvözlök minden jelenlevőt, minden ünneplőt, mindenki, aki a mai nap eljött, mindenkit, aki mai nap velünk van lélekben, és ezt a jeles napot ünnepli. Ez az ünnep összeköt minket. Összeköt minket ez a kitűzött kokárda, bárhol vagyunk a világon. Az, hogy együtt vagyunk, ez bizonyítja azt, hogy együtt érzünk, hogy a forradalomnak volt értelme, és van jövője. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Tisztelt topolyaiak, tisztelt ünneplők! Azért gyűltünk össze ma este, hogy az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot ünnepeljük, történelmünknek meghatározó eseményét, amely a nemzettévállás kiváltója volt, és amely az összetartozás egyik kifejezője Zsolnától Székelykevéig, Pozsonytól Brassóig, de talán azt is mondhatnám, hogy Los Angelestől Tókióig, tehát mindenhol a világon, ahol magyarok élnek. Az 1848-49-es szabadságharc a polgári átalakulás egyik kiváltója volt, és a boldog békeidők előidézője azoknak a boldog békeidőknek, amely időszak a kiegyezést követően az első világháború kitöréséig gazdasági és minden más tekintetben felvirágzást hozott az akkori Magyarországon, így ezeken a területeken is, amely a mi szülőföldünk. Ugyanis, ha nincs forradalom, akkor nincs kiegyezés, és ha nincs kiegyezés, akkor nincs az élet minden területére vonatkozó fejlődés az előző századfordulón. Az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot az 1825-től számított reformkor előzte meg. Az az időszak, amely a programalkotás időszaka volt, az az időszak, amelynek évtizedeiben a történelem színpadán olyan személyek jelentek meg, mint Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Ötvös József, Petőfi Jókai,
és sokan mások. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az ellenzék követeléseit. Független Magyar Bank felállítását, a honvédelmi rendszer átalakítását, jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt. A nép március 16-án fegyvert követelt, az udvar meghátrált, és kénytelen volt engedni a pozsonyi küldöttség követeléseinek, hozzájárult március 17-én gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez és az első magyar kormány megalakulásához. Hogyan írt erről az időszakról, március 15-éről az idén 200 éve született Arany János, fellázadtunk-e mi magyarok című írásában? Idézem. A mi forradalmunk Pesten március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe. Ezerek meg ezerek csoportoztak össze Istenege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, és egy szívvel, szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskü szavait. Dicső ünnepe az ifjú szabadságnak. Ki hitte volna még akkor, hogy így nehéz küzdelmek várnak rá. Kinek jutott akkor eszébe, hogy eljönnek a sötétség fiai, és konkony kintenek a szabadság legszebb tiszta búzája közé. Eddig tartott az idézet. És sajnos eljöttek a sötétség fiai, és a sötétség fiai közel másfél évvel később leverték a szabadságharcot, vérbe folytották a forradalmat. Ezt megelőzően azonban az áprilisi törvények biztosították a polgári fejlődést, lényegében Magyarországot rendi államból parlamentáris állammá, alkotmányos monarchiává alakították, népképviseleti rendszert vezettek be, és e törvények teremtették meg a független magyar kormány működésének alapjait, rendelkeztek egyes szabadságjogokról, valamint a magyar kultúra és gazdaság fejlesztésére vonatkozó törvények is bekerültek a törvénycsomagba. Ekkor került elfogadásra a színháztörvény, az egyetemi törvény, vagy Széchenyi közlekedés fejlesztési programjának törvénybeiktatása is ekkor történt meg. Az új neoabszolutista kormányzati rendszer a forradalom revelését követően a törvényeket visszavonta, az áprilisi törvények azonban a magyar politika viszonyítási alapjává váltak, és részint megvalósultak a kiegyezéssel. Kevesen tudják, hogy ezeknek a törvényeknek bizonyos elemei, bizonyos részei egészen az 1949-es magyarországi alkotmányig érvényben maradtak. A történelmet az emberek alkotják, minden az emberről függ, és róla szól. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc arról szólt, hogy a magyarok háttérbe szorították a köztük fennálló ellentéteket. Hiszen Széchenyi István, akiről köztudomású, hogy komoly ellentétek jellemezték a Kossuthoz fűződő viszonyát, március 15-én így ír napójában. Az egész úgy tűnik előttem, mint valami rossz állam. Egy lengyel és Kossuth hordják a gyúlékony anyagot a tűzre. Mit lehet tenni? Batthyányit és Kossuthot kell támogatni. Hallgatnia kell minden gyűlölségnek, ellenszemnek, minden becsvágynak. Kossuth Lajos pedig azt hallotta, revolúciókat sem rózsavízzel, sem glaszé kesztyűkben nem lehet csinálni. Az akkori Magyarország minden harmadik családjából volt legalább egy valaki, aki aktív részese volt a 48-49-es eseményeknek. A szabadságharcosok bátorsága alig két évtizeddel később a nemzet gyors ütemű szellemi felemelkedését eredményezte. Ugyanis a történelemben vannak olyan pillanatok, amikor erőt kell mutatni, és ez vezethet
a fejlődéshez, ez vezethet oda, hogy egy népet komolyan vegyenek a történelem színpadán, és még ha néhány évtizeddel később is ugyan, és még ha emberáldozatok árán is ugyan, de el lehessen érni a fejlődést, ebben a konkrét esetben azt a fejlődést, amely az akkori Magyarországot az 1867-es kiegyezést követő évtizedekben témjelzett. És most, amikor sokan temetik ezt a közösséget, a vajdasági magyar közösséget, amikor sokan csak arra képesek, hogy az emberekben a pesszimizmust erősítsék, amikor csak arra képesek, hogy arról győzködjék nemzettársainkat, hogy itt vége van ennek a közösségnek, hogy nincs jövőnk, azt gondolom, nagyon sokat mondhatnak Kossuth Lajos gondolatai, Kossuth Lajos szavai, aki ezt hallotta. Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra kezdeni. Az 1848-49-es szabadságharcnak és forradalomnak úgy érzem két tanulsága van. Az egyik az, hogy az ellentéteket félre kell tenni, és a nemzeti egységre kell törekedni annak érdekében, hogy az elképzeléseket sikerre vigyük. Ez így volt évszázadokkal ezelőtt, és így van ma is, és így lesz évtizedek vagy évszázadok múlva is. A másik tanulság pedig az, hogy szövetségesek nélkül a céljainkat nem tudjuk elérni. Ez lett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc veszte is rövid távon, vagy vesztének oka, hiszen ha az orosz cár nem siet a bécsi udvar segítségére, akkor a magyar szabadságharc már az 1800-as évek derekán sikerrel járt volna. És ma is szövetségesekre van szükség, hiszen ha nem lennének szövetségeseink, akkor nem lehetett volna eltörölni a kollektív bűnösséget, nem lehetne a kisebbségi kérdéseket rendezni, előrevinni, nem lennének olyan törvények, amelyek a részarányos foglalkoztatást megfogalmazzák, nem tudnám kiharcolni a szorványban a kis létszámú magyar osztályoknak a működését. Ezért fontosak a szövetségesek, és ezért kell partnerkapcsolatokat építeni, ahogy azt tettük az elmúlt hónapokban, az elmúlt években, és ahogy azt tenni fogjuk a következő hetekben, hónapokban és években is. Köszöntő beszédemet azokkal a szavakkal zárnám, amelyekkel a 12 pont is zárul: egyenlőség, szabadság, testvériség. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen, összes segítség. Most pedig tekintsék meg a Zászlót ne hagyjátok című műsorunkat. A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ, az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének közös műsorát, amelyet az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából készítettünk. Mondd át, anyám, hogy álmainkat éjjel te festik égi kép, az álom ablak melyet álltad, lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet, nem fejtenéd meg, mit jelent. Szárnyék növények, átröpültem a levegőt és a végtelen. Fiacskám, lelkem, drága napja, napomnak fénye, és
szabadság mellett. Mondják el!